Novák előtt képviselő volt, a mi hazánk képviselője. Miért szavazták le a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrációját bevezető törvényjavaslatunkat címmel? Önni a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, az LMBTQP lobbinak hadat üzenve a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, amire számos külföldi példa van, az USA-tól kezdve Oroszországon át Dél-Koreáig. Mi a lengyel példát ültetnénk át a magyar jogrendszerbe, illetve most még csak egy törvényjavaslatba tettük ezt meg. De sajnos az összes többi párt leszavazta kezdeményezésünket az országgyűlés illetékes bizottságában, így napirendre sem kerülhet itt a plenáris ülésen. Korábban a kormány úgy foglalt állást, hogy a kémiai kasztráció az alaptörvény számos pontjával nem összeegyeztethető, így a kormányzat nem tervezi a bevezetését. Pedig az előterjesztésünk elfogadásával az országgyűlés épp az alaptörvényen alapuló gyermekvédelmi kötelezettségének tehetne eleget. Ha pedig eltérő alaptörvény értelmezés miatt alkotmánymódosításra volna szükség, hát az sem lehet akadály szerintünk. Az elmúlt időszakban ismét elszaporodtak a pedofil jellegű bűncselekmények, a hatályos liberális szellemű törvények pedig nem biztosítanak hatékony védelmet ezen bűncselekmények elkövetőivel szemben. A Mi Hazánk mozgalom e törvényjavaslattal ezt a hiányt pótolná. A tervezett módosítás jogtechnikai indoka az, hogy a jelenlegi szabályozás hatékony módon nem zárja ki a bűnismétlés lehetőségét az érintett szexuális elkövetők esetében, annak ellenére, hogy a cselekményeik ösztönjellegénél fogva épp az elkövetői kör, ez az elkövetői kör hajlamos leginkább fokozottan hasonló bűncselekmények elkövetésére, amelyek ráadásul különösen veszélyesek a társadalomra, mivel helyrehozhatatlanul aláássák áldozataik jövőbeni érzelmi, szellemi és erkölcsi fejlődését. A tervezett, a hatályos lengyel szabályozási koncepciót alapul véve, azt a magyar büntetőjogi környezetre adaptálva teremti meg annak a lehetőségét, hogy a jövő azon felnőtt bűnelkövetői, akik esetében gyermekkorúak iránt alakul ki elfojthatatlan, perverz, szexuális vágy, már ne jelentsenek visszatérő kockázatot környezetük irányában. Múlt heti hír volt ráadásul, hogy Amerika egyik államában már a sebészeti kasztráció megteremtésére is lehetőséget adtak egy elsöprő többséggel mindkét házban elfogadott törvény módosítással. Ráadásul nem csak republikánusok szavazták ezt meg, hiszen például maga a törvényjavaslat előterjesztője is egy demokrata szenátor volt. A mi javaslatunk ehhez képest már-már vállalhatatlanul mérsékelt, hiszen a javaslat a gyógyszeres kezelés tesz indítványt, és annak elsődlegességét fogalmazza meg a zárt intézetben történő pszichiátriai kezeléssel szemben. A gyógyszeres kezelés megkezdése nem jelent véglegességet a sebészetivel szemben, tehát annak célja nem a teljes és visszafordíthatatlan nemzőképtelenség elérése, vagy maradandó károsodás okozása, hanem az elkövető szexuális vágyának csökkentésén keresztül annak megelőzése, hogy újabb hasonló bűncselekményeket kövessen el. Amit viszont úgy tűnik, hogy nem hogy a kormánypárti többség, de hát természetesen a balliberális pártok sem kívánnak megakadályozni. A kezelés időtartama bár határozatlan, az csak orvosilag indokolt időtartamban lehet fenntartani, melyre a visszatérő időközönkénti bírósági felülvizsgálat előírása jelent garanciát. A gyógykezelés előírása nem büntetési céllal történik. Büntetőjogi célja a megelőzésen keresztül a társadalom védelme. Ezért kezdeményeztük, de miért szavazták le? A napirend előtti utáni felszólalásokra a kormány képviselője válaszolhat. Én bízom benne, hogy végre érdemi választ kaphatunk. Sajnos láttuk már azt, hogy például az LMBTQP propaganda felvonulásokat is Gyurcsányék támogatják. Orbánék tűrik, csak a Mi Hazánk mozgalom ellenzi. Viszont bízom benne, hogy ebben a kérdésben legalább sikerül valami magyarázatot kicsikarni. Éppen ezért is úgy adtam le a napirend utáni felszólalásomat, hogy a kormány készüljön, mi tudjon a válaszsal. Leadtam a címet,
miért szavazták le a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrációját bevezető törvényjavaslatunkat. Várom érdemi válaszát a kormánynak. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr!